A centrumban egy kedves visszatérő katona vendég, egy tábornok, vezérezredes, aki több éven át volt a Magyar Honvédség parancsnoka és vezérkari főnöke, és pályafutása során nagyon sokféle katonai pozíciót betöltött. Volt olyan időszak, amikor a katonai felderítésnek volt a vezetője Magyarországon. Aztán nagykövet is volt, szóval hatalmas tapasztalattal rendelkezik, és éppen ezért is kérdezzük tábornok urat arról, hogy amikor az ember ránéz a hírekre, és nézi az információkat, hogy a világban hol, merre, milyen konfliktusok zajlanak, akkor többnyire a konkrét primer események azok, amik lekötik az ember figyelmét, de egy tábornok, egy nyugállományú tábornok valószínűleg érzékeli mögötte a katonai potenciált, mindazt, ami a fegyveres konfliktusok hátterében van. Ön számára mit jelent egy ilyen konfliktus térkép a világról? Igen, megnövekedtek a konfliktusok a 25 évvel ezelőttihez képest is, én úgy látom, és az Egyesült Államok és a Szovjetunió szembenállása után, amikor összeomlott a Varsói Szerződés, és megszűnt a Szovjetunió, egy sokkal bizonytalanabb világgal szembesülünk. Akkor a két fél pontosan tudta egymásról, hogy kinek milyen katonai eszközei vannak, ki milyen hadipotenciállal rendelkezik, és mik a szándékok. Na, ennek a megszűnte után láthatjuk, hogy milyen, sőt, térségünkben is, hogy milyen konfliktusok robbantak ki, lásd a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság felbomlása, de máshol is tapasztalhatjuk ezt, és én azt gondolom, hogy ezek mögött mind-mind túl a politikai és gazdasági érdekeken azért a hadiparnak is nagyon komoly szerepe van. Hogyha megnézzük, hogy milyen eszközöket használnak mostanában már, hogy milyen fejlett haditechnika áll rendelkezésre, ez mind-mind annak az eredménye, hogy ezeket ki kellett kísérletezni, ezeket fel kell használni és alkalmazni kell. Ezt látjuk, már láttuk egyébként a délszláv válság idején is, amikor a NATO légicsapásokat mért Szerbiára, hogy azok az eszközök, amelyeket akkor alkalmaztak, a legkorszerűbbek. A mai katonák egy része, különösen a légierőnél, de szárazföldön is elmondhatjuk ugyanezt, nem is látja egymást az ellenség. Tehát ezek egy személytelenségbe torkoló konfliktusok tulajdonképpen, amikor úgy pusztítják egymást, amikor tulajdonképpen nem is látják egymást, hiszen el lehet képzelni, hogy 12-13 kilométer magasban repülő vadász repülőgép, amikor elengedi a rakétáit, és azok becsapódnak, hát ott a személytelen nem tudja, hogy a pilóta az nem tudja, hogy ott mit pusztított el igazából, illetve hát a célt azt tudja, hogy mire kellett kiváltani a tüzet. De a szárazföldön is hasonlóképpen vannak ezek, és hát most megfigyelhetjük a legfrissebb és legélőbb, legfájóbb szerintem a kultúra, egyetemes nem kultúra, világkultúra szempontjából is, ami most Szíriában pusztítás folyik, hogy nem is tudom, hogy értelmes emberek hogyan tudják elfogadni, hogy miért pusztítanak el mindent, ami szinte a világörökség része, és emberek is pusztulnak ennek során el. Úgyhogy én úgy gondolom katonaként, hogy nem egy megnyugtató irányba halad, ha szabad ezt mondanom, a Föld, mert már úgy értem a világ, mert ezeket a konfliktusokat jó lenne, hogyha valamilyen módon politikailag megoldanák, és nem pedig erőből kellene megoldani ezeket a konfliktus helyzeteket. Amikor Ausztráliában volt Magyarország nagykövete, akkor abból a szemszögből, fizikai, geográfiai szemszögből is nézhette az eseményeket, amelyek ott a világnak abban a részében zajlottak. Tehát gondolom, hogy például a kínai fegyverkezési törekvések a dél-kínai tengeren, vagy a egyéb régiókban, azok még külön is információt tartalmaznak,
tartalommal bírnak az ön számára. Ott egyáltalán mi az, ami egy katonaember számára felkelti a figyelmet? Számomra nagyon érdekes volt Ausztráliának a biztonságpolitikája, illetve a katonai felkészültsége, ugyanis meglepő módon ennek a kontinensnek, legalábbis az én időmben, de ahogy figyelemmel követem, most sem változott. Létszámában egy nem nagy létszám haderő, egy szárazföld, légierő és haditengerészet, 55 ezer fős volt egyébként. Na, de ehhez egy közel 300-350 ezer fős tartalékos haderő csatlakozott, azaz támogatta ezt az aktív haderőt. Azt látni kell, hogy Ausztrália tulajdonképpen a pejoratív politikai megfogalmazásban Amerika hátsó udvari csendőreként volt titulálva, ami nagyon sértett egyébként az ausztráloknak a nemzeti önbecsülését, és nem is tartottam valósnak egyébként ezt a megállapítást, amit így rábélyegeztek, ha szabad ezt így mondani. Rendkívül jól felszerelt és jól kiképzett egyébként az ausztrál haderő, profi haderőről beszélünk, és abban a térségben, ott lent az egész a szigetvilágot is tulajdonképpen politikai, gazdasági és katonai ellenőrzés alatt, ha szabad így mondani, tartja, és nyilván élénken figyel a tőle északabbra lévő területekre. Nem elsősorban a kínai hadsereg, vagy a Kína, mint ilyen, van az ausztrálok fő fókuszpontjában, hanem elsősorban Indonézia. Tehát Indonézia az, amely igazából az ausztrál politika, gazdaság és a katonapolitika szempontjából is érdekes Ausztráliának. Tehát mindig onnan éreztek a történelem folyamán is egyfajta veszélyt, amelyek az elhajtására fel kell készülni. Azt is el lehet mondani, hogy Ausztráliában például nincsen külön, mint az amerikai Coast Guard, tehát határőrség, hanem a hadsereg látja el, és a haditengerészet ezt a feladatot. Hát nagyon magas színvonalon. Most nem is akarok így a publikumra kell mondani olyan eseményt, aminek szemtanúja is voltam egyébként, hogy milyen módon rettentik el az illegális bevándorlókat, vagy olyan hajókat, amelyek engedély nélkül jönnek és csempészárut hoznak, vagy olyan illegális tevékenységet folytatnak, amíg ellenkezik ausztrál törvényeivel, és ez egészen körbe, az egész kontinensen érvényes. Hát vannak ott is veszélyeztetett irányok északon Darwin környékén, délen pedig Adelaide, tehát South Australia térségében lehet ezt tapasztalni, de én a Darwinban láttam olyat, ahol bizony nagyon keményen megtorolják azt, aki nem tartja be a szabályokat, tehát, és nem hallottam soha, hogy akár az ENSZ Emberjogi Bizottságánál, vagy bárhol följelentették volna őket ezért a dologért, és én úgy gondolom, hogy ennek meg is van a visszatartó ereje. Na most visszatérve az eredeti kérdésre, nem, tehát Ausztráliából a Kína, ez egy nagy gazdasági, politikailag is, és gazdaságilag is egy óriási kihívás Ausztrália számára, és nagyon komoly. Az én időmben, ha jól emlékszem, valami 6-7 milliárd dolláros forgalom, gazdasági, kereskedelmi forgalom volt Kínával, akkor Ausztráliának, és nagy figyelmet szentelnek ennek, sőt, az egyik ausztrál miniszterelnök az komoly Kínában komoly diplomáciai szolgálatot teljesített, és amikor miniszterelnök lett, akkor még szorosabbra fűzték a kapcsolatokat. Katonai kapcsolatokat különösebben nem. Azt tudom, hogy ott Canberrában egy nagyon komoly attasé testülete volt a kínai népköztárosságnak, tehát azt hiszem katonákból volt ott legalább egy tucat, akik ott úgymond dolgoztak, és hát tartották a kapcsolatot az ausztrál katonákkal, illetve a partnereikkel. Tehát ön érzékeli a saját tapasztalataira alapozva azt, amit a hírek formájában úgy olvasunk, hogy a kínai népköztársaság voltaképpen igen erősen igyekszik fölfejleszteni mind a haditengerészetét, mind általában a fegyveres erőit. Ez egy belső késztetés, vagy mit érzékel ilyenkor, hogy védelni akarják magukat, vagy ki tudja, mint spekulálnak? Nekem az a véleményem, hogy Kína is úgy van, hogy amikor elfogynak a politikai vitában az érvek, és akkor
akkor utána a legvégső eszköz mindig a katonai eszköz, az erőszak, az erő. És a kínai gazdaság elég erős ahhoz, hogy ők is úgy gondolják, hogy a világban ehhez a megfelelő haderő is rendelkezésükre kell, hogy álljon. És azt kell mondani, hogy nagyon komoly fejlesztéseket hajtottak végre, tehát már régen nem az a fajta tendencia van, amikor még a szocializmus idején a Szovjetunióból kapott licenszek alapján gyártottak különböző légi, szárazföldi, mondjuk repülőgépeket, harckocsikat, páncélzott szállító járműveket, vagy kézi fegyvereket, hanem itt egy jó, most is megtalálta ez én szerintem, hogy már úgy értem, hogy a licenszen való gondolkodás és a licensz alapján való gyártás, de ott van önálló elképzelés is, én úgy gondolom, nem ők ennek a területnek a szakértője, én csak amiket a sajtóból vagy a szakirodalomból olvasok, vagy bele akadok ilyen témákba, de például számítástechnikában is óriási fejlődés tapasztalható, és ahogy tudom, például egyetemi szinten oktatják például a számítógépekkel kapcsolatos például pozitív hackerelés ügyeit, tehát bizony ezzel számolni kell, és minden területen, tehát úgy a légierőnél, úgy a haditengerészetnél, mint a szárazföldnél is nagyon komoly fejlesztéseket hajtanak végre, és ők is rájöttek, hogy nem feltétlen kell azt a fajta tömeghadsereget, tehát több milliós létszámban fönntartani, hanem a technikai fejlesztésre fókuszálnak, és az utóbbi időben csökkentették is jelentősen egyébként a személyállománynak a létszámát, tehát a minőségre törekszenek, és bizony ezzel a világnak számolni kell mindenek előtt a nagyhatalmaknak. Hát nem beszél arra, hogy ugye hát az atom hatalommá vált India is, ugye ott meg a kínaiakkal való együttműködésben ez is egy fontos tényező. Tehát összességében Kína az gazdaságilag is és katonailag is az a világ vezető, egyik vezető hatalma. És mit érzékel tábornok úr Oroszországot illetően? Ugye ön tanúja volt annak a periódusnak, amikor a Szovjetunió megszűnt létezni, és ugye általában az volt a benyomás, hogy a fegyveres erőik is meggyengültek, korszerűtlenekké váltak, és tulajdonképpen saját magukhoz képest saját maguk árnyékai lettek. Legalábbis ez volt kívülről nézve a kép. Azóta viszont azt érzékelni, hogy nagyon demonstratív módon megerősítették a fegyveres erőket. Ugye most az ukrajnai konfliktus meg a krími helyzet az végül is eklatáns példája annak, hogyan demonstrálják ezt. Szíriában is olyan szerepet vállalnak, amikor eléggé látható az, hogy milyen szinten van a fegyveres felkészültségük. Szóval hova tart Oroszország? Hát Oroszország az mindig is katonai nagyhatalom volt a cárok idejében is, hogyha belegondolunk és történelmileg visszatekintünk. Való igaz, hogy amikor összeomlott a szocialista világrendszer és maga a Szovjetunió is fölbomlott, és kivonultak a szovjet csapatok azokból az országból, ahol korábban ugye a megállapodások értelmében a szovjet megszállási övezet és a szovjet érdekszféra volt, egyfajta légüres tér lehetett tapasztalni. Nekem személyes tapasztalatom is van ennek a megelőző időszakáról, amikor még csak fölsejlett ez, hiszen már 1989-ben, amikor még az itt tartózkodó szovjet csapatokkal együtt gyakorlatozott a magyar néphadsereg, és én is akkor csapatparancsnokként szolgáltam még, és már akkor lehetett érződött és lehetett érezni a tisztek körében, akikkel ugye együtt gyakoroltunk, vagy együtt működtünk, és a terepen ott személyben ilyen alkalmak voltak, beszélgettünk, és ők már akkor érezték, hogy itt a levegőben valami nagyon komoly változás lesz. Tehát mi nyilván kívülről ezt kevésbé láttuk, de ők belülről ezt már érzékelték, és például voltak
közöttük is olyan kicsit másképp gondolkodó, felszabadultabban, világosabban látó, akik nem voltak teljesen a pártpolitikától behálózva, hogy így mondjam, elnézést azért a kifejezésért, és ők mondták, hogy nem tudják, hogy mi lesz annak a vége, hogyha itt majd vissza kell vonulni. Ők nagyon jól érezték magukat egyébként itt is, Csehszlovákiában is, az NDK-ban is, meg Lengyelországban is, de amikor ez megszűnt és vissza kellett menni, hát mi tudjuk azután, hogy milyen körülmények közé kerültek ők maguk, meg a családjaik, és milyen komoly létszámleépítés és hadseregleépítés történt abban az időben. Szóval akkor valóban megroppant a gerince ennek a úgymond szovjet védelemnek, és ugye az újjáalakult Oroszország most már a tagországok nélkül, jó, valamiféle szövetség azért az megmaradt, elkezdték újjáépíteni ezt az egész védelmi erőt, és hát napjainkra ez nagyon komoly. Én tavaly előtt, most már ez tavaly előtt volt, voltam Nyizsnyi Tagilba, amely a szovjet hadiparnak az egyik fellegvára, szabad ezt mondani, a szárazföldi technikának a bástyája. Én még életemben ennyi acélt ott nem látom a világon, mint amit ott bemutattak. Ott voltunk egy ilyen 3 vagy 4 napos haditechnikai kiállításon és bemutatón. Hát amit ott szárazföldi technikában bemutattak, az a világ élvonalába tartozó technika, és ezt ugye alkalmazzák is most már, és ez a légierővel közösen a Szíriában, ami most történik, hát itt ez világos előttünk, de én nem csak a magára a haderő újjáépítésére, hanem a stratégiai gondolkodásnak az újjáformálására is szeretnék utalni ezzel, legalábbis ahogy én látom, és én megmondom őszintén, katonaként el is hiszem azt, hogy pillanatnyilag az orosz legfelső vezetésnek élén az elnökkel nincsenek területi hódító egyéb követelései, sem szándékai, hogy ilyet akarnak csinálni. Úgy érzem, hogy a NATO-ban ezt egy kicsit mi másképp látjuk, ezt meg azért tapasztalom, mert éppen tavaly szeptemberben meg a NATO központban egy másik megbízatásom miatt voltam ott, és ott meg élénken tapasztaltam, hogy az egészen másképpen látja a NATO ezt a részét, hogy a szovjetek, bocsánat, az oroszok hogyan gondolkodnak erről, olyannyira, hogy nincs is például a korábbiakhoz képest, amikor én még funkcióban voltam katonai vezetőként, akkor még egyfajta komoly NATO-Oroszország együttműködés volt. Ott volt orosz nagykövet, orosz katonai képviselő, volt egy stáb, akik tartották a NATO különböző hatóságaival és szervezeteivel a kapcsolatot. Na most tavaly szeptemberben azt tapasztaltam, hogy senki az ég egy világon nincs. Azt hiszem, hogy egyetlen egyszer valaki még maradt az oroszok képviselőjeként. Amit én nem tartok jónak egyébként, mert azért kell Oroszországot, nem lehet negligálni, és nem lehet kihagyni ebből az egészből, mert egyrészt a területe, másrészt pedig a gazdasági potenciál is, bármennyire is mondják, hogy most recesszió van, meg a katonai ereje, az arra predesztinálja, hogy vele számolni kell. Lásd a saját érdekszférájában, akár az ukrán konfliktus, ha nézzük, akár a krími félsziget témáját, teljesen szabad kézből, ahogy ő gondolja, az úgy meg is csinálja, és ha szabad azt mondani, akkor ez az én érdekterületem, és kérem nem be, és nem is avatkozott be senki, sem a NATO, nem. Az más, hogy verbálisan itten mindenki elítélte, de 24 óra elrendezték azt, amit ők úgy gondoltak, hogy az annak úgy kell lenni. És ehhez meg volt az a fajta katonai erő, ami ezt támogatja. Úgyhogy a szírekkel, a szíriai beavatkozásban is egyébként szintén mi nem tudunk sok olyan dolgot, amit a háttérben megbeszélnek nyilván az Amerikai Egyesült Államok illetékeseivel, akikkel egyeztetnek katonákkal és politikusokkal, meg különben ez enélkül nem menne, és hát legyünk őszinték, most ez egy ilyen érdekes intermezzója, törökökkel megy ez a fajta, fricskázzák egymás orrát, repülőgép lelövés meg a légtérnek a megsértése az orosz gépek részéről, de én nem gondolnám, hogy konfliktusba kéne kerülnie a NATO-nak, például egy ilyen
vagy hasonló események kapcsán, mondjuk Oroszországgal, és ez nem is lenne jó üzenet, de látom, hogy most van egy ilyen a török és orosz viszonyban egy komoly politikai feszültség is, meg ilyen katonai, hát ahol így egymást picikét bántják, az abban ezt mondani. A török elnök meg is mondta, hogy nagyon komoly következményei lesznek, hogyha itt továbbra is megsértik a légteret. Na most ezt katonatechnikailag kéne pontosan látni, hogy mi is az oka ennek, hogy ott pontosan miért repül át 30 másodpercre, vagy 15 másodpercre, vagy miért csúszik át az a gép, mert lehet, hogy pont olyan célpontot kapott, ahol annak a megközelítés és arra való rárepülés, annak a megsemmítése ebből a helyzetből a legoptimálisabb. De hát ezt mondjuk hagyd ne tudjuk mi ezt, meg a nézők sem. Biztos, hogy igazából hát meg tudják ezt ítélni. Említette Törökországot, és ha az ember ül kőbányán, vagy az országban bárhol, és Törökországról szó esik, akkor sok minden eszébe jut, de úgy viszonylag azért ritkán kerül szó arról, hogy Törökország végül is egy rendkívül erős katonai hatalom, hogy ugye az Egyesült Államokkal, meg a NATO-val kötött megállapodások alapján rendkívül komoly NATO bázisoknak ad otthont. Amikor ilyen konfliktus helyzet van, akkor hirtelen több ezer amerikai katona adott esetben oda települ, kiegészítve a már ott állomásozó több ezret. Tehát Törökország ebben a mai világképben honnan meríti a katonai erejének a fejlesztési forrásai? Én úgy látom, és valóban így van, egyet kell értenem, hogy Törökország a NATO-n belül az egyik legerősebb, katonailag legerősebb tagországunk, és hát a gazdaságból a GDP-nek nagyon, tehát a GDP, hát most nem akarok hasonlni, és főleg nem a kedves nézőknek olyan mondani, de messze a NATO átlag fölött van, amit GDP-ből a hadi kiadásokra fordítanak, és úgy a szárazföld, a légierő és a haditengerészet az hihetetlenül erős, nem beszélve arról, hogy Törökországban továbbra is sorozott a haderő. Tehát ott kötelező a sorkatonai szolgálat, és egy nagyon komoly tartalékerővel, de ők is úgy vannak, hogy már közelítik a éppen aktuális állományt a tartalékos. Tehát, hogy nem csak, meg a vezetésrendje is a valósban nincs az, hogy csak mozgósítás vagy rendkívüli állapotban térnek át egy másik fajta vezetési rendre. Mi is ezt egyébként már évekkel ezelőtt megoldottuk, hogy ez közelítsen a béke és a háborús vezetési rend egymáshoz. Hát Törökországban például anélkül az valóban így van, hogy több NATO bázis is létezik, és más szövetségesek is vannak. Hát mi is például részt veszünk különböző programokban Törökországban, legalábbis az én időmben emlékszem rá, hogy tiszthelyettesi csereprogramokban ott képeztünk ki például mi is tiszthelyetteseinket, akkor volt hadszintéri parancsnok helyettesi beosztás már felajánlva számunkra például, tehát szoros az együttműködés. Törökország nagyon komoly katonai hatalom, és hát gazdaságilag is természetesen. Az egy más kérdés, hogy vannak bizonyos dolgok, amelyekben külön utakon jár, és amelyben nem osztja a véleményt más szövetségessel például. Tehát ezek a helyzetek megvannak, itt gondolok a ciprusi problémára, amely hát nyilván, hogy Törökország beleegyezés nélkül vagy önnélkül nem oldható meg, hiszen akkor, amikor Ciprus észak részét 24 alatt elfoglalták, és azóta is így van, egy másik NATO ország, a szövetséges Görögországnak a felhatóság alatt volt. Az egy dolog, hogy ugye senki nem avatkozott ebbe a konfliktusok bele, pedig ha azt veszük, akkor törökök tiltakoztak, hiszen egy NATO országot ért úgymond támadás. Már görögök. A görögök, igen. Bocsánat, és ugye azt hiszem 6 vagy 7 évre megsértődésből fölfüggesztették a NATO katonai szervezetükbe való részt, idézve a NATO tagságukat. Na de hát ez nem történt semmi igazából, és a mai napig ez így van, tehát következésképpen itt a NATO belül ez egy ilyen helyzet.
Tábornok úr említette, hogy Törökországban sorkatonák szolgálnak, vagy sorkatonák is szolgálnak. Nálunk itt Magyarországon nemrég a politikai közbeszédben fölröppent ismét maga a téma, hogy Magyarországon legyen, ne legyen sorkatonai szolgálat, tehát ez előkerült. Ön megtapasztalta mindkét változatot. Hogy gondolkodik erről a sorkatonaságról? Amikor én eljöttem, azaz átadtam a beosztásomat az utódomnak, akkor még sorkatonai szolgált volt. Tehát én azt nem értem meg, amikor a Magyar Honvédség 2004-ben áttért az önkéntes haderőre teljes egészében. Most azt tudni kell, hogy 1999 őszén elkezdődött egy úgynevezett stratégiai felülvizsgálat a Magyar Honvédség teljes létszáma, haditechnikája, szervezeti felépítése, modernizálás tekintetében, és ebből született is két országgyűlési határozata, 61-es, 62-es száma, ha jól emlékszem, azért nevezetes számomra, mert ez egy olyan mérföldkő volt, amikor az akkori kormányzat, a Fidesz vezette Orbán kormány, az első Orbán kormány, illetve történt ez, de az olyan sikeresnek tűnt ez az egész folyamat, hogy az akkori ellenzék is egy sor pontban egyet értett ezekkel a vád, amelyeket aztán végül is az országgyűlési hatát megszavazásában érvényesítettek is. Tehát valóban érvényesült ebben a folyamatban, hogyha jól emlékszem vissza, hiszen közösen és az akkori ellenzéki pártok honvédelmi szakértői bevonásával készült mindez, hogy valóban a Magyar Honvédség az egy nemzeti intézmény, hogy a honvédelem az egy nemzeti ügy, és ebben úgymond politikailag is valahol egyet kell érteni. Hát nyilván lehetnek nüanszbeli különbségek a parlamenti pártok képviselői között. Na most abban is meg volt célozva egyébként ebben a tervben hosszú távon, hogy át fog térni a Magyar Honvédség a sorkatonai szolgálatra az önkéntes haderőre. Na de ehhez ez egy hosszabb előkészítő folyamat. Tehát ezt nem lehet úgy végrehajtani, hogy kitűzzük, jó, és akkor holnaptól most már nem kell sorkatonának bevonulni, nincs sorkatonai képzés, nincs összeírás, nincs semmi, és ettől kezdve aki jelentkezik, az majd jönni fog, és azt kiképezik, és az fogja védeni az át. Csak egy példát, hogy mondjak, más haderőknek ebbéli tapasztalatát is mi tanulmányoztuk. Például a francia hadseregben 7 év előkészítés volt szükséges ahhoz, hogy a sorkatonai szolgálatot áttérjenek az önkéntes haderőre. De tudnék más példát is mondani, ahol ugyanez megtörtént, például Németországban csak azok mehetnek külföldi szolgálatba, akik önkéntes katonák, és meg van tartva, a vegyes rendszer van, vagy Ausztriában ugyanez van. Sőt, Ausztriában népszavazást tartottak arról, hogy eltörlik, vagy nem törlik el a sorkatonák intézményét. Tehát abban a tervben, amit mi akkor kidolgoztunk, és ez 2000-ben el is kezdődött ennek a végrehajtása, benne volt, hogy lesz majd egy ilyen, valamikor 2006-2007 táján, hogy áttérünk, addigra megteremtjük a feltételeit, a jogi feltételeket, a technikai feltételeket, hát például egészen más a sorozott katona elhelyezése például, kiképzése, mint egy önkéntes katonának. Tehát ezek az én időmben vegyes rendszer volt már, mert már akkor törekedtünk arra, és azt hiszem 5-6 ezer már önkéntes katonák akkor is volt. Na de 2004-ben ősszel egyik napra a másikra áttértünk a önkéntes haderőre. Az, hogy most ez fölvetődött, itt ez a terror veszélyeztetettség kapcsán vetődött föl, hogy akkor sorkatonaság, én nem így értelmeztem egyébként egyetlen politikai vezetőnek sem, vagy egyetlen politikusnak sem, hogy most vissza akarnák állítani a sorkatonaságot, mert arra nincs is most szükség. Meg egyébként is éveket venne igénybe, nem? Így van, de erre nincs is szükség most, ezt a rendszert kell, és én nagyon örültem a nemrégiben kinevezett új honvédelmi miniszter úrnak az egyik nyilatkozatában, amit tett az Inforádióban hallottam, hogy a cél az, hogy a meglévő haderő
haderő mellett, amely aktívan most működik, emellé egy nagyon komoly, kiképzett, felkészített, ütőképes, tartalékos állományt kell hozzárendelni. Na ez az igazi cél, és annak is örültem, hogy azt mondta, hogy területi alapon kell lesz megcsinálni. Nekem ez volt az elképzelésem akkor is, amikor én voltam a vezérkari főnök, hogy ez irányba kell haladni, és területi alapon kell a Magyar Honvédség tartalékos rendszerét, hogy az aktívat, hogyha van egy X számú aktív haderő, annak legalább háromszorosa kell legyen a tartalékos állomány, hogyha valóban országvédelemről beszélünk, és valóban komolyan vesszük azt, hogy ezeket akkor, ezeket a személyeket kiképezzük, fel tudjuk szerelni, és hadrendbe tudjuk állítani. Tehát erről van itt szó. Ez a mostani vita, amit én szinte naponta tapasztalok, és azt hiszem ma, vagy nem tudom mikor fogják tárgyalni a parlamentbe is, itt a rendkívüli állapot esetén, hogy a Magyar Honvédséget hogyan lehet alkalmazni. Hát igazából, ha megnézzük, hogy a magyar katonák milyen felkészültek békefenntartásból, 13 különböző országban vagyunk ott, ahol közel 1000 emberünk különböző feladatokat hajt végre. Hát nonsensnek és nevetségesnek tartom azt, hogy most azon problémáznak itt bizonyos emberek, hogy most Magyarországon akkor most lehet vagy nem lehet alkalmazni a Magyar Honvédséget, hogyha terrorveszély van. Hát mire ott a parlament majd meg fogja vitatni, hogy akkor mi lesz, hogy lesz, arra már lehet, hogy a terroristák el is fognak Hawaii-ra utazni. Tehát itt kell a kormánynak egy olyan fajta lehetőség a kezébe, amelyben ő a hadsereget tudja alkalmazni. Hát most le van írva az alkotmányunkban, hogy a Magyar Honvédség Magyarország területi integritásának a külső ellenség elleni megvédése. Korábban ugye 95, amikor a szocializmus, akkor még a külső belső ellenség is benne volt. Hát itt, ha azt veszük, akkor a terroristák azok már itt vannak bent, hogyha bármit elkövetnek. Következésképpen szerintem, és ez nem a mostani kormánytól, hogy bármelyik kormánynak kell egy olyan fajta felhatalmazása legyen a hadsereg vagy a rendvédelmi szervezetek alkalmazását illetően, amikor operatív módon azonnal tud intézkedni. Pontosan az emberi, a magyar emberek életének a megvédése, a javaik megvédése sorolhatnám még a biztonság érdekében. Most ez nincs? Hát most az van, hogy mindenhez parlamenti felhatalmazás kell, és az a probléma, hogy valóban a kormány javaslata vagy a kormány előterjesztésében lehetnek olyan elemek, amelyekkel az ellenzék nem tud egyetérteni. Lásd itt a 60 nap, hogy miért 60 nap, meg hogy mik vannak felfüggesztve, milyen jogosultságok vannak felfüggesztve. De ha azt nézzük, hogy a terroristák milyen eszközöket használnak, hát igyekeznek meghaladni és megelőzni a hivatalos szervek által használt eszközöket, és úgy kommunikálnak egymással, például az interneten és különböző játékprogramokon keresztül, ahol üzennek egymásnak, ahol szerveznek, amit szinte lehetetlen felderíteni. Hát, és akkor csodálkozunk, hogy azt mondja a kormány, igen, akkor fölfüggesszük például az internet, vagy ilyen-olyan tevékenységet X időre. Jó, én nem értek ehhez, megmondom őszintén, meg egy nem is vagyok politikus, tehát én nem tudom megítélni ennek a súlyát, hogy most itt az ellenzék mitől félti itt a demokráciát. Nem, szerintem pontosan nem, mert nem kell semmiféle demokrácia féltésre, itt nem kéne, hogy szó legyen, hanem arról van szó, hogy az aktuális kormány, legyen ez jobboldali vagy baloldali, tudjon intézkedni a biztonság érdekében, és a hadsereget tudja használni erre a célra. Hát a civil kontroll erről szól. A civil kontroll arról szól, ami civil irányítás jelent egyébként, hogy a parlamentnek felel a kormány, az adott aktuális kormány, hogy a hadsereget ne lehessen másra használni, csak arra, ami az alkotmányban le van írva. Ennyire egyszerű az egész, és hát remélem, hogy ebben majd dűlőre jutnak, és konszenzus jutnak mindenki megelégedésére, és én abban bízok, hogy a mostani aktuális honvédelmi kormányzat pedig nagyon sikeres lépéseket fog tudni majd tenni annak érdekében, hogy az a fajta tartalékos rendszer, amivel most rendelkezünk, ez jó, hogy ez van, de ez nem az igazi. Az igazi az, amikor nagyobb létszámban, főleg a fiatalokat is ki lehessen képezni őket. Hát háborúk tapasztalatai bizonyítják itt a közelmúltban is, a délszláv válság idején is, hogy kik haltak meg ebben a háborúban első fogon. Az idősek, a nők, a gyerekek és a kiképzetlen felnőtt férfiak. Szóval itt nem arról van szó, hogy most itt mindenkinek a vadászkésze szájába kell venni, és rohangászni kell itt a harcmezőn, szó nincs erről. De az, hogy akik vállalják önkéntesen
a haza védelmét ilyen formában, vagy például leszerelt katonák, akik nem vállalnak tovább például önkéntes katonai szolgálatot, azokkal olyan szerződést kell kötni, nagyon egyetértek Simicska miniszterről, hogy olyan szerződést kell kötni, hogy utána ők regisztráltan tartalékos katonák maradnak. És ettől kezdve ki fog alakulni egy normális tartalékos rendszer. Szóval én úgy látom, hogy a környező országokhoz bizonyítva nálunk sikerült a legjobban kilogozni a társadalmi tudatból az önvédelmi reflexet. Szóval egyszerűen én nem is értem, hogy a magyaroknak nincs veszélyérzetük. Rendben van, 71 éve nincs háború, hála jó Istennek, és ne is legyen. Na de a háborúk azok olyan gyorsan kialakulnak, hogy a hadsereget pillanatokat szét lehet zavarni, de újjászervezni, meg az, hogy az védőképes legyen, meg tudja, megfeleljen fel, ahhoz évek kellenek. Köszönjük szépen, jöjjön máskor is. Köszönöm szépen.